az ország minden tájáról, sőt, Szlovéniából, Szlovákiából és Horvátországból is érkeztek termelők, a Solanum Kft. És az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács szakmai napjára. A berzencei rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a gazdák minél több kérdésre választ kapjanak, és könnyebben eligazodhassanak a vetőburgonya fajtáinak széles kínálatában. Rendszerint az őszi bemutatóra legtöbben azért jönnek, mert ilyenkor szoktuk kihirdetni a következő év árait. Legtöbben erre kíváncsiak, azonban az előadások folyamán érintettünk több fontos témát is, így például a támogatási rendszert, illetve a növényvédőszerek bevonása, illetve új növényvédelmi lehetőségeket is. A növényvédelem aktuális kérdései nagyon sok termelőt foglalkoztatnak. Ennek egyik legfőbb oka az, hogy egyre több szert vonnak ki a forgalomból, és ezeket mással kell pótolni. Úgy gondolom, hogy rendkívül nagy az érdeklődés a gazdák részéről, több kérdés is elhangzott a nap folyamán. Nem csoda, hogy ez ilyen nagy érdeklődés mutat, mivel a jó termés záloga az a rendkívül nagy odafigyelést igénylő növényvédelem. A Solanum Kft. Minden évben számos fajtával végez kísérletet. A cél az, hogy ki tudják választani azokat a vetőburgonyákat, amik a legmegfelelőbbek a hazai piac számára. A kísérleti területen 71 fajtát vizsgáltunk, és nagy területen pedig 16 fajtát szaporít cégünk. Azt gondolom, hogy elég kiegyensúlyozott volt az idejév, mindent sikerült gyakorlatilag időben végrehajtani. A vetőburgonya szaporításnál a prevenció az egy nagyon fontos dolog. Idén úgy gondolom, hogy a minőségekkel nem lesz semmiféle probléma. A szakmai nap résztvevői számos burgonyafajtát megismerhettek. Többek között az Agrikó kínálatából is válogathattak. A holland cég legnépszerűbb fajtája az Eszmé, ami néhány évvel ezelőtt jelent meg a magyar piacon. Robbanásszerű volt a siker, és azóta is töretlen. A tavalyi évben, amikor ugye korlátozott mennyiségben állt csak rendelkezésünkre vetőburgonya, nem tudtunk annyit behozni, mint amennyire igény lett volna. A fajta ismertető kis könyvecskénkben feltüntetett 8 fajta az, ami új generációt képviseli. Az Evolution, amelyik az Eszmével körülbelül megegyező tenyészidői, szintén a korai kategóriában érünk el vele sikereket. Az Arizona pedig egy olyan sárgahéjú fajta, amelyik helyszínt tekintve azért a sárgahéjúk Magyarországon kicsit hátrányban vannak. Az Arizona viszont termőképességével tud teret nyerni, és elsősorban a feldolgozó, számozó cégeknek a fajtája, ott ugye a helyszín annyira nem számít, viszont a minőség, a mennyiség az pedig javára szól. A nemesítőknek számos kihívásra választ kell találniuk akkor, amikor egy-egy új fajtát létrehoznak. Az aszály és az ellenálló képesség is ezek közé tartozik. A szárazság manapság nagyon komoly problémát jelent. Vannak olyan fajtáink, amelyek tolerálják, hanem is tűrik el maradéktalanul, de ha már kevesebbet kell öntözni, ez költség szempontjából nagyon sokat jelent. A fitoftóra egy másik probléma, az aluett fajtánkról el lehet mondani, hogy nagyon jól tolerálja a fitoftórát. Ugye itt költség tényezőkről van szó, nem mindegy, hogy hetente kétszer kell védekezni, vagy két hetente egyszer. Öntözésnél pedig a kiadott vízmennyiség is, de minden cseppje pénzbe kerül, tehát ez is költségcsökkentő tényező, és vannak ilyen fajtáink, amik megfelelnek ezeknek a kihívásoknak. A termelők nehezen váltanak új fajtára a megszokott vetőburgonyáról. A berzencei rendezvény viszont megerősítheti őket abban, hogy érdemes próbára tenni egy-egy új fajtát. A hajlandóság az újra azért korlátozott Magyarországon. Ha valaki megszokott egy fajtát, akkor nehezen engedi el, illetve nehezen tér át másikra. Ez az alkalom is nagyon megfelelő arra, hogy a gazdák, gazdálkodók kapjanak egy olyan képet, illetve a termelő társuktól kapott információ a leghitelesebb. Általában minden reklámnál jobb az, hogyha egy termelő saját tapasztalata alapján mondja el a véleményét egy fajtáról. Hazánkban elsősorban még mindig a piros héjú és korai fajtákat keresik a termelők. Murai György szerint a koraiság egy olyan szempont, amivel a nyugati piacon is teret lehet nyerni. A koraiság viszont egy olyan szegmens céloz meg, ami tőlünk nyugatabbra a klimatikus körülmények különbözősége miatt nem feltétlenül megoldható. Tehát ha Magyarország jobban ráállna a korai szegmensre, akkor van egy olyan
körülbelül egy hónapos intervallum, amikor még tőlünk nyugatabbra nincs meg a szántóföldi termés, és akkor ott beférkőzhetnénk. Mint ami, ahogy van is erre példa, elsősorban feldolgozóknak szállítanak magyar cégek ebben az időszakban.